kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket az Ilia Szabina Alapfokú Művészeti Iskola hagyományosan megrendezésre kerülő Szabina napi hangversenyén. Néhány éve ez alkalommal művésztanáraink növendékeikkel együtt, mint nagybetűs mester és tanítvány lépnek színpadra. A koncerteken felhangzó műsorszámok minden évben bizonyítják, hogy a kiemelkedően tehetséges növendékeink kitartó szorgalommal és példaértékű hozzáállással, valamint a nélkülözhetetlen szülői támogatással a legmagasabb művészi színvonalú produkciók megvalósulását teszik lehetővé alapfokon is. Kérem, hallgassák műsorokat olyan szeretettel, ahogy az előadók készültek erre a mai alkalomra. Programunk megkezdése előtt kérem ellenőrizzék, hogy mobil eszközeik kikapcsolt állapotban vannak-e. Köszönöm szépen! Most a színpadon a részfúvós tanszak növendékeit és tanárait látják, akik ünnepi fanfárral indították hangversenyünket. Előadásukban kérem hallgassanak meg további két rövid tételt. Elsőként a korai klasszikus angol szerző William Corbett adagio-ja, majd a gáláns, könnyed rokokó stílusban komponáló olasz szerző Giuseppe Sammartini gyors tétele hangzik fel. Előadják Árkosi Máté, Major Botond, Antók Etele, Jakab Attila, Szatmári Boglárka és Götz Kata Kincső trombitán, Antók Zerint harsonán, valamint tanáraik Várda Zsófia Kürt, Félegyházi Bence trombita és Sándor Gergely tanár úr váratlan betegsége miatt Koppányi Béla meghívott vendég harsona. Thank you.
régi muzsika hangulatában folytatjuk hangversenyünket hazai vizekre evezve. Magyar táncokat nagyon sokféle feldolgozásban, átiratban hallhattunk, régi zene együttesektől, modern együttesektől, korhű hangszereken, klasszikus hangszereken, vagy akár egészen modern hangzásvilágban. Több magyar zeneszerző és zenész, köztük Farkas Ferenc és Cidra László is fontosnak tartotta, hogy régi magyar zenék különböző feldolgozások formájában megjelenjenek a koncerten meg színpadán, és ebben a sorba illeszkedik a most következő két régi magyar tánc gitárkvartettre történő feldolgozása is. Az első, amely az Alia címet viseli, 1680 körül keletkezett, és az úgynevezett Vietoris Codexből ránk maradt régi magyar tánc. Ezt követi a Hajdú tánc, ami 16-17. Századi katonai, illetve pásztortánc, a most négy gitáron felcsendülő, vagy ha úgy tetszik, felpendülő tétel, Dublini János felvidéki tabulatúrás könyvéből 1540-ből származik. Előadják Sájer Petra, Duma Hajnalka és tanáraik Sós Lilla és Szücsi Balázs. Az átiratokat Szücsi Balázs egykori mestere, a körünkben helyet foglaló Fodor Ferenc tanár úr készítette. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
Louis Spohr német romantikus hegedűművész zeneszerzőnek igazán kalandos élete volt. Még találkozhatott Bécsben Beethovennel, operaházat alapított Prágában Karl Maria von Weberrel, később találkozott Schumannal és a fiatal Brahmssal is. Udvari muzsikusként működött, színházi zenekarvezető és egy időben a német zenei világ legünnepeltebb képviselője volt. Most egy lengyel táncot, egy polonészt idéző művet hallgathatunk meg. Louis Spohr Tempo di Polacca című darabját előadják Brányi Balázs és Kubasi Tamás fagotton. Két ír népdal feldolgozását hallhatják három hárfára, mely átiratokat egy amerikai hárfa művész Joyce Weaver készített. Kezei alól több ismert alkotás átirata került ki, melyek megjelentetéséről is maga gondoskodott. A mai koncerten a két ír népdal előadói Kovács Róza, Sós Veronika és Szeberkényiné Horváth Márta. Fogadják szeretettel!
hangversenyünket barokk muzsikával folytatjuk. Jean-Baptiste Lully, belga barokk szerző, és itt már is megállok egy kicsit, mert az előbb a kollégákkal azon vitatkoztunk ki, hogy létezett-e egyáltalán ilyen, hogy belga barokk? Nem tudjuk. Minden esetre akkor inkább úgy mondanám, hogy a jelenlegi Belgium területén született zeneszerző, aki zenész családból származott. A sors iróniája, hogy egy Londonban élő unokatestvérét ugyanígy hívták, és szintén muzsikusként tevékenykedett. A genti születésű Lully élete legnagyobb részét a francia Lyon városában töltötte egyházi zeneigazgatóként. Főleg kisegyüttese írt kamaraművei ismertek, emellett számos fuvolás triószonátát, szólódarabokat és kíséret nélküli duót is komponált fuvolára. Most ez utóbbiak közül hallgathatjuk meg az Adagiót. Előadják Horváth Kinga fuvolán és Török Pap Tímea alt fuvolán. Napoleon Coste
19. századi francia klasszikus gitárművész és zeneszerző volt. Fernando Sor tanítványaként Franciaország legelismertebb gitárművésze lett. Szerzeményeire a kora romantika és Berlioz zenéje gyakorolt nagy hatást. A hamarosan felhangzó koncertfantázia az Opus 6-os számot viseli, alkotásainak nagy része tehát ezt követően született. Bár Coste gitárdarabokat komponált, most egy különleges átiratban hallhatjuk a francia szerző művét két oboa és zongora összeállításban. A koncertfantáziát, egy témát és variációkat tartalmaz, előadják Tóth Tamara, Varasdi Kovács Marian oboán és Özkan Berkay zongorán. Thank you.
egyik legfontosabb képviselője volt Félix Mendelssohn Bartholdy. Zeneszerző, karmester, zongora és orgona művészként bejárta egész Európát. Neki köszönhető Johann Sebastian Bach életművének elismerése, és az ő kezdeményezésére alakult meg a Lipcsei Konzervatórium, mely a német zenei utánpótlást volt hivatott biztosítani. Alkotásaiban megalapozta a német romantika stílusjegyeit, melyeket most a két klarinétra és zongorára komponált második koncertdarabban figyelhetünk meg. Előadói a tavalyi tanévben megrendezett országos zeneiskolai klarinétverseny első helyezettje Mária Ligeti Sára és mestere Triang Hong Hai. Közreműködik Mészáros Pálma a zongorán.
Mint azt több közönségünk megszokhatta, ünnepi hangversenyeink, így a Szabina napi hangversenyek alkalmával is, képzőművész tanáraink és növendékeik is rendszeresen bemutatkoznak alkotásaikkal. Idén, kedves vendégeink, különleges tárlatot tekinthetnek meg az előtérben. A kiállító növendékek és tanáraik 2019 nyarán a Václav Felcsák Alapítvány által meghirdetett Sasfiók pályázat támogatásával Krakkóban egy hetes ikonfestő kurzuson vehettek részt. Václav Felcsák a 20. századi lengyel-magyar kapcsolatok legendás alakja. Az ötös kollégium egykori lakója, a lengyel-magyar kapcsolatok kutatója, a II. Világháború idején Varsó és az emigráns lengyel kormány közötti titkos futárszolgálat budapesti szervezője volt. Föld alatti tevékenységével pénzt, információt és parancsokat továbbított a megszállt Lengyelországban tevékenykedő ellenállásnak. A háború után a kommunista szervek bebörtönözték. 1956 őszén engedték szabadon, ami után a krakkói Jagelló Egyetem Történeti Intézetében dolgozott. Az 1970-es évektől rendszeresen járt Magyarországra, ahol szűkkörű előadásokat tartott. A Václav Felcsák Alapítvány létrejöttét Orbán Viktor miniszterelnök a professzor egykori hallgatója jelentette be 2016-ban a névadó születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett krakkói emlékülésen. A magyar és a lengyel fél döntése alapján a professzor emlékére két intézményt is alapítottak, egyet Budapesten, egyet pedig Varsóban. Az alapítvány célja a magyar-lengyel barátság és együttműködés további elmélyítése, melynek érdekében kiemelten támogatja a közoktatásban folytatott ismeretterjesztést, a felsőoktatási és a tudományos tevékenységeket, valamint az ifjúsági közösségek élményszerű, alkotó együttlétét, ez utóbbit kiemelt fontossággal. A kurzus során növendékeink és tanáraink Siegfried Kott jezsuita atya vezetésével lépésről lépésre ismerkedhettek meg a bizánci ikonírás szigorú szabályaival, az ikonfestés szakrális hátterével, és egyfajta közös alkotói folyamatban egyenrangú partnerekként élhették át a mester és tanítvány kapcsolatban rejlő szépségeket. Az elkészült ikonokat felszentelés után hozhatták haza, melyeket nagy örömünkre a mai napon szélesebb közönségünknek, önöknek is bemutathatunk, ahogy az előbb említettem, odakint az előtérben. Most pedig engedjék meg, hogy kiszólítsam ide a színpadra a kiállító mestereket és tanítványaikat. Andó Luisa, Farkas Eszter, Kojnok Lilla, Megyeri Lili, Németh Zsuzsanna, Pihelevics Emília, Szilágyi Emezse és tanáraik Tóth Márta, Kovács Viktória, valamint Magyar Krisztina és Németh Nóra. Georg Philipp Telemann korának legnépszerűbb zeneszerzője volt,
kiváló ízlésű, sokoldalú komponista, aki csaknem minden műfajban, zenekari darabok, operák, oratorikus művek, kantáták és egyversenyművek, pasiok, megcsillogtatta tehetségét. Hihetetlen produktivitása, ez közel 3000 művet komponált, előkelő, könnyed és derűs szellemmel párosul, amely sohasem keresi a túlméretezett formákat, és szinte minden műfajban és nyelvben otthon tud lenni. Tele van kellemes, nagyvilági életet élő, udvarias ember volt, kollégái szinte mindegyikével baráti viszonyt ápolt. Az Iskola Mester című kantáta 1751-ben készült, és egészen a közelmúltig 1981-ig Telemann alkotásaként tartották számon. Joggal, hiszen a mű a mester fent említett erényeit, elegánsan könnyed stílusát és nemes szellemességét ragyogóan tükrözi. Ám hogy ne legyünk igazságtalanok az eredeti szerzővel sem, említsük meg Christoph Ludwig Fére nevét, aki Dresda városában tevékenykedett, elsősorban orgonistaként, és ezt a művét egykori tanára és nagybátyja Johann Christian Gerstner 50. tanári jubileuma alkalmából komponálta. A kantátában egy zenetanár mulatságos portréja elevenedik meg. Az emelkedett nyitányt követő áriában tanúi lehetünk egy korabeli pedagógiai önértékelésnek, melyet természetesen egy mintaszerű bemutató tanítás követ. Az Iskolamester kantátát előadják az Élia Szebonya vonós zenekar, az énektanszak növendékei Mészáros Lelle, Szőke Henriett, Barabás Lili, Tóth Enikő, Janó Attila és Somogyi Mátyás, valamint a tanárok közül Pap Csilla, Rácz Erzsébet, Kékesiné, Tatai Anna, Tótné, Benkő Krisztina, Hegedűn, Haraszti Erika, Cselló, valamint az Iskolamestert megszemélyesítő Várhelyi Éva ének. Vezényel éjjelenedek! Thank you.
Köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel mai hangversenyünket. Kérjük továbbra is, kísérjék figyelemmel iskolánk az Élias Szabina Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényeit. További kellemes vasárnap délután, illetve tartalmas őszi szünetet kívánunk mindannyiunknak. Viszontlátásra!